Online térben szervezik meg a 16. Magyar Zenefesztivált Bukarestben. A rendezvény célja változatlan, klasszikus és kortárs magyar zenei értékek megismertetése Romániában, valamint olyan fiatal romániai tehetségek felfedezése és támogatása, akik magyar zeneművek előadását vállalják. Tekintettel a körülményekre online szervezi meg a Bukaresti Ballasi Intézet a 16. Magyar Zenefesztivált. A versenyre 18. életévüket betöltött fiatal művészek jelentkezhetnek 20-25 perces műsorral, melynek legalább egyharmadában a magyar zeneirodalom remekei szólalnak meg. Egy előzsűri dönti el, hogy kik lehetnek azok a versenyzők, akik a háromnapos fesztiválon játszhatnak. Kósa András László, az intézet igazgatója híradónknak elmondta, ahogy az előző években is a versenyezni kívánó fiatal romániai muzsikusok videófelvétellel jelentkezhettek a megmérettetésre. Azok a hangszeresek, akiknek nincs otthon hangszerük, ők kevésbé tudtak jelentkezni, hiszen az egyetemek zárva voltak, a próbatermek zárva voltak, tehát nem tudták elkészíteni a felvételüket. Így egyéni zongorista nincs is a versenyben. Tehát olyan duóba fellépő zongorista versenyzőnk van, aki gyakorlatilag kamarazenekari formátumba versenyzik. A beküldött felvételek az intézet és a Magyar Zenefesztivál Facebook oldalán is megtekinthetőek. Ezekre holnap délig lehet szavazni. Az első három helyezett jutalma koncert lehetőség lesz valamely külföldi magyar intézetben és az ehhez tartozó fellépési díj. Emellett a Bács Lajos emlékdíj és a közönségdíj is elnyerhető, amelyeket holnap este 6 órától adnak át.